Üdvözlöm Önöket a képernyők előtt, kedves nézőink! Májusi magazin műsorunkban városunk áprilisi rendezvényeiről mutatunk felvételeket, de lesz benne politika, és betekintünk az archív felvételekbe is. Tartsanak velünk! Mivel a 9 köztársasági elnökjelölt egyike sem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét a választás első fordulójában, sor került a választás második fordulójára is, mégpedig április 6-án, szombaton 7 és 22 óra közötti időre. A második fordulóba Ivan Korcsok és Peter Pellegrini jelöltek jutottak be. Az elnök választás második fordulóját mind országos szinten, mind Naszvadon Peter Pellegrini nyerte. Városunkban 851 választópolgár adta le rá szavazatát, amely 53,58%-os arányt jelent. Ivan Korcsok 737 szavazatot kapott, ami 46,41%-os arányt jelent. A szavazáson 1603 lakos vett részt. A naszvadiak választási részvételi aránya 40,39% volt, azaz magasabb, mint az első fordulóban, melyben a választópolgárok 31,97%-a adta le a szavazatát. Március végén és április elején tavaszi nagytakarítás zajlott városunkban. Az esemény részeként a helyi kisüzem dolgozói végigjárták a város utcáit, összegyűjtötték és elszállították a házak elől a lakosok tavaszi nagytakarítása során felhalmozódott növényi hulladékot, ágakat és gajakat. A vállalat igazgatójának elmondása szerint 8 munkanap alatt 48 tonna zöld hulladékot gyűjtöttek össze. A zöld hulladékot ezt követően összezúzták. A tavaszi nagytakarítás során március 22-én és 23-án a kisüzem Hideg utcai telephelyén a lakosok meghosszabbított nyitvatartási időben adhatták le az újrahasznosítható anyagokat. E két nap alatt mintegy 7 tonna műanyagot, 17 tonna bútort és 5 tonna elektronikai eszközt gyűjtöttek össze. Hetven óta minden évben április 22-én tartják a Földnapját, válaszul a széleskörű környezetromlásra. Ma a Földnapja a világ legnagyobb környezetvédelmi mozgalma. Számos módja van annak, hogy részt vegyünk benne és befektessünk bolygónkba. Egyénileg is összeszedhetjük a szemetet, ha például sétaközben látjuk. Mindennapi szokásaink megváltoztatásával is sokat tehetünk. Kezdjünk el többet vásárolni helyi termelőktől, igazítsuk étrendünket az évszakoknak megfelelően, és támogassuk a bioalapanyagok termesztését. Hagyomány, hogy a nap tiszteletére takarítást és szemétszedést szervez a környékünkön számos szervezet, intézmény és iskola. A mi városunkban sem volt ez másképp. A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete helyi szervezetének tagjai kitakarították a helyi művelődési központ udvarát, a magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulói városunk több pontján brigádoztak. A szlovák tanítási nyelvű alapiskola tanulói osztályfoglalkozásokon vettek részt, valamint a környezetvédelmi hét keretében ellátogattak az Imei Környezetvédelmi Központba. Thank you.
április 27-én szombaton a helyi halászok saját szerszámaikkal, kesztyűikkel jó hangulatban gyűltek össze, hogy a helyi kavicsbányató környékén tartott brigáddal járuljanak hozzá a földnapjához. Összegyűjtötték és szétválogatták a felelőtlen lakosok által eldobált hulladékot, akik a kavicsos körüli természetet szemétlerakónak nézték. Emellett lekaszálták a horgászhelyeket, megmetszették a beteg és akadályozó fákat, a terület kaszálása előtt összegyűjtötték a száraz ágakat, és csónakkal gyűjtötték össze a különböző hulladékokat a vízterületről. A tagok egy része kitakarította a belső tereket is, és leszerelte a parton található pihenőhely megrongálódott és beázott tetőburkolatát. A tavalyi évhez képest valamivel kevesebb szemetet találtak, 7 zsáknyit, a műanyag palackok visszaválthatósága miatt, és mivel a nyugat-szlovákiai villamosművek dolgozói a villanyvezetékek körül megnyesték a fákat, a halászoknak csak néhány helyen kellett ágakat szedniük. Április elején mindkét alapiskolában megtörtént a leendő elsősök beiratkozása. A beiratkozás kötelező volt minden olyan gyermek számára, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, valamint azon gyermekek számára is, akik elhalasztották a tankötelezettséget. Az úgynevezett felvételi vizsgát speciális pedagógusok jelenlétében tartották, amelyen a pedagógusok játékos formában derítették ki, hogy az óvodáskorú gyermekek készen állnak-e arra, hogy szeptemberben az iskolapadba üljenek. Az óvodából kikerülő gyermekeknek már tudnia kell néhány dolgot. Többek között ismerniük kell a színeket, a geometriai alakzatokat, verset kell mondaniuk, dalt énekelniük, és tudniuk kell a szüleik nevét. A beiratkozás lefolyásáról többet az alapiskola igazgatójától, dr. Becse Norbertől tudhatunk meg. Igazgató úr, hogyan zajlott a beiratkozás? Hát a városi rendelet írja elő, hogy április hónap első csütörtökén, péntekén kell, hogy beiratkozzanak a gyerekek a városunkban. Most idén húsvét után 4-ére és 5-ére esett, délutáni órákban írattuk be a gyerekeket, akik óvodából érkeztek, illetve voltak olyan gyerekek, akik nem látogatták az óvodát. Próbáltunk felállítani egy névsort, hogy ne kelljen egyik másik szülőnek itt várakoznia, amelyet sikerült is nagyjából betartani. Így globálisan elmondhatom, hogy 24 gyereket írattak be hozzánk, akik közül 19-en fogják a mi intézményünket látogatni. 19 gyerekből 13 gyerek volt, aki az óvodában rendesen a napi foglalkozásokra járt. A következő 6 gyerek lesz az, aki nem igazán látogatta ezeket, vagy individuálisan volt, vagy esetleg a tavalyi évből halasztottként lép be ebbe az első osztályba. És ezen felül van még 5 gyerek, akit beírattak hozzánk. Ők pedig a speciális iskolának az előkészítő évfolyamát fogják látogatni, amennyiben ezt a pszichológus, a körzeti orvos meg tudja erősíteni. Mennyien fognak halasztást kérni? Halasztást ezek alapján, a vélemények alapján nem fog kérni senki sem, tehát nem adunk ilyen lehetőséget, hogy valaki esetleg jövőre ismét beiratkozhassék, úgyhogy úgy néz ki, hogy 0 számú halasztottunk lesz. Tudják már, hogy mikor lesz a pótbeiratkozás, és hogy mennyi gyerek várható arra? Tehát vannak itt a városunkban olyan gyerekek, akik nem igazán látogatják az óvodát, vannak, akik migrálnak egyik faluból, városból, érkeznek hozzánk. Ezekkel abban az esetben kell, hogy foglalkozzunk, hogyha a szülőnek, az anyának naszfadi címe van, mert bizony előfordul az, hogy egészen más településekről jönnek ide, és mivel a hely korlátozott, tehát ezért nem mindenkivel tudunk foglalkozni. Április 25-én volt egy pótbeiratkozás, ahol szintén ezekről a számukról már beszámoltam, de még tudomásom van róla, hogy az elkövetkezendőben is 2-3 gyerek van, akik ezekben a számokban még nem szerepelnek. Úgyhogy a két iskola egyeztetni fog ezen a téren, és megpróbáljuk úgy elosztani ezeket a gyerekeket, akik még nem voltak beiratva, hogy mindkét iskola egyformán legyen ezzel terhelve.
Mert én azt vallom, hogy ha az egyik iskolát nagyon megterheljük azokkal a gyerekekkel, akik nem látogatják az óvodát, és nincsenek a szociális képességeik olyan mértékben kifejlődve, hogy az első osztályban simán tudjanak járni, akkor az egyik iskolát bedönthetjük, de az nem azt jelenti, hogy a gyerekek oda a másik iskolát fogják látogatni, hanem elmehetnek esetleg Gútára vagy Újvárba más intézményt megkeresni. Mennyire elégedett a beiratkozás lefolyásával és a gyerekek számával? Hát gyerek, az lenne az igazi, hogyha két osztályunk lenne, de hát ez az egy osztály is nagyon jó és megfelelő számú. A gyerekek jól fel voltak készítve a képességeikhez képest, tehát volt, aki ügyesebb, volt, aki kevésbé ügyesebb, de a pedagógus, aki speciális pedagógus egyben, illetve a nevelőnő ezt nagyon jól fel tudták mérni, illetve azok a gyerekek, akik esetleg valamilyen gonddal küzdködnek, ők még egy külön kivizsgáláson vesznek részt, amelyből már meg is történt. Az iskola érettséget mérték 2 gyereknél, akik szeptember, illetve augusztus 31-e után születtek. Van-e valamilyen újdonság, amivel készülnek a következő tanév elején? Hát van egy nagy újdonságunk, amely még itt a környékünkön nem igazán fordult elő. Az országos tanító rendezvény, amely a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében történik, itt fog megvalósulni a mi városunkban, augusztus 31-én, szombaton délelőtt 10 órakor, amely egy nagyszabású rendezvény, ahol majd az új elsőseink is fogadva lesznek, illetve ez egy olyan rendezvény, amelyen a kezdőpedagógusok is részt vesznek, illetve azok a pedagógusok, akik éppenséggel nyugállományba szeretnének vonulni, úgyhogy egy egész széleskörű rendezvény, amely az egész felvidéki magyarságot megmozgatja, úgyhogy ez egy nagy esemény. Köszönjük a lehetőséget az SMPS részéről, hogy ezt a dicsőséget megkaptuk, úgyhogy élünk is vele. A másik dolog, amiről nagyon szívesen beszámolok, a Városnapok keretében megvalósuló Voldiákok és Pedagógusok találkozóját megelőző rendezvényünk, amely Eszterházy János mellszobrának felavatásáról szól majd, amelyre neves vendégeink fognak érkezni, történészek, akik majd előadnak, esetleg majd lesz itt még egy kultúrműsor is. És ez egy olyan neves rendezvény, amellyel szeretnénk a városunk közösségét ezzel meglepni, az iskolánknak a tanulóit felkészíteni arra, hogy ez a személy ki is volt, mi volt, és hogy picikét nyitottabbak legyenek Eszterházy János személyével kapcsolatban. Köszönöm a beszélgetést, és sikeres tanévkezdést kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is jó munkát kívánok. Ismét színház látogatást szervezett a helyi művelődési központ a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központba, ezúttal egy felkavaró színdarabra. Az április 3-án 19 órakor kezdődő a Rendes lányok csendben sírnak című produkció Gyurica Katarina nagy sikerű regényének színpadi adaptációját a budapesti Vígszínház 3 színésznője adta elő. A 18 éven felülieknek ajánlott előadás a 90-es évekbeli Dunaszerdahelyre kalauzolta el a nézőket, ahol borzalmas bűncselekmények tették elviselhetetlenné a hétköznapokat. A darab 3 különböző korú nő sorsán keresztül kirajzolta a rendszerváltás utáni Kelet-Európa talán legsötétebb maffia történetét. A Rendes lányok csendben sírnak nem csak felkavaró, hanem felszabadító és felemelő is. Erőt és bátorságot ad azoknak a nőknek, akik némán tűrték az erőszakot, akik nem merték felemelni a hangjukat, akik eddig szégyenbe burkolózva éltek. A színdarab mondani valójának súlyosságát a nézők teljes mértékben átérezték. Az előadás teljes ideje alatt síri csönd honolt a nézőtéren, itt-ott könnyek is csillogtak a szemekben, és a darab végeztével a közönség állva vastapssal köszönte meg az előadást. A Magyar Költészet napját 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadó estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola idén is ezen a napon tartotta hagyományos szavalógáláját, melyen az iskola legjobb szavalói léptek fel a Kultúrház kamaratermében. Az esemény házigazdája Molnár Erika pedagógus volt, a 10 szavaló között pedig akadtak olyanok is, akik bemutatták, hogy nem csak magyarul, hanem szlovákul is kitűnően szavalnak.
Bizonyíték erre az is, hogy az április 23-án tartott Dobrészlovo elnevezésű szlovák szavalóverseny kerületi fordulóján Bencsik Aliz és Szlávik Sára is második helyezést ért el kategóriájában, így mindkét lány továbbjutott az országos döntőbe. Magyar költészet napja nem csupán a versszeretők ünnepe, de minden magyar emberi, aki ezt a nyelvet beszéli és megtiszteli. E jeles napot megünnepelték a Mécsvirág irodalmi kör tagjai is április 18-án 18 órai kezdettel a Kultúrház kamaratermében. A megjelenteket Csontos Erzsébet, a Mécsvirág vezetője köszöntötte. Ezt követően az irodalmi kör tagjainak szavalatai váltakoztak az Ógyallai Művészeti Alapiskola Naszvadi Kirendeltségének növendékei által előadott dalokkal. Kicsalja a sok tulipánt, a sok-sok álmodó piroskát. Gyanútlanul világra jöttek az édes harmatos vitoskák. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarország. Visszanéztem, félutamul, szememül a könykicsort. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Nézem a csillagos eget. Érdekességként megemlítem, hogy a sok szép mű között elhangzott a pár éve elhunyt Németh Gyula egyik verse, valamint Varga Bach Helga, a Művészeti Alapiskola tanárnőjének előadásában B. Szabó Péter Messiás című megzenésített költeménye is. Oh,
Április 19-én 18 órakor került sor a Kreatív Nők Társulása tagjai és szimpatizánsai kézműves kiállításának megnyitójára. Sütő Jenny és Varga Marian nyitódala után a helyi művelődési központ igazgatónője Dobosi Henrietta köszöntötte a megjelenteket, köztük városunk polgármesterét, Molnár Zoltán urat. Az egyesület vezetője Betka Barkócióvá, született Pivarcsióvá is felszólalt, megköszönte a kiállítók és a látogatók részvételét, és meghívta a jelenlévőket az egyesület tagjai által készített finomságokra. A május 10-ig látogatható kiállítás csak egy kis ízelítő mindabból, amit a kreatív hölgyek az elmúlt évben létrehoztak. A megnyitót a követő napokban a kiállítás többek között megtekintették a helyi alapiskolák diákjai, valamint a Naszvadi Idősek Napközi Otthonának tagjai is. Tánc világnapja előtt tisztelegtek az érdeklődők a helyi kultúrház nagytermében április 20-án délután a Csemadok helyi alapszervezetének immár hagyományos rendezvényén. A délután kézműves bemutatóval indult. A résztvevők többek között bepillantást nyertek különböző hagyományos mesterségekbe, majd lehetőséget kaptak, hogy saját maguk is kipróbálhassák, megtanulhassák a régi mesterségek néhány fortéját. Kreatív alkotómunka után Simonics Réka köszöntötte a jelenlévőket, majd elkezdődött a kultúrműsor, melyen felléptek a szentpéteri Gyöngyös Bokréta néptáncosai, Magyar Bődi és Jobbágy Telki táncokkal,
az ógyallai bellőtagjai felcsíki táncokkal, a nagyigmándi árgyélós délalföldi táncokkal és a helyi pettyem szatmári és csallóközi táncokat adott elő. A zenét a Varjós Népzenekar szolgáltatta, és élvezhettük csalogánunk Szabó Júlcsi gyönyörű hangját is. A rendezvény táncházzal ért véget a kora esti órában.
Aki az április 21-i estét a Kultúrházban töltötte, biztosan nem bánta meg, ugyanis Rekop György magyarországi humorista egy 2x40 perces fellépés keretében alaposan megdolgoztatta minden jelenlévő összes rekeszizmát. Rekop György a kőbányai Zrínyi Miklós gimnáziumban végzett 2002-ben, majd az ELTE természettudományi karán diplomázott 2009-ben. 2008. májusában a Godot Duma Színházban fedezték fel a tehetségét a Fiatal Félőrültek Fesztiválján.
2009 és 2013 között tagja volt a Duma Színháznak, rendszeres fellépője volt az RTL Klub Sóder Klub című műsorának és a Comedy Central saját gyártású stand-up sorozatának. A Trollfoci TV műsorvezetője, arca és szóvivője volt. Jelenleg szabadúszó humorista, blogger és a T-közép YouTube csatorna csapatának tagja. Humorista, de tanárként diplomázott és dolgozott egy ideig, valamint ex-birkózó is. Egyik fő ismertetőjegye a baseball sapka. Rekop György a fellépés szünetében válaszolt kérdéseinkre. Gyuri, légy szíves, mutatkozz be azoknak a nézőinknek, akik nem ismernek téged. Rekop György vagyok, jelen pillanatban kecskeméti lakos vagyok, és már 15 éve a Sóder Klub humoristája vagyok, mint stand-up comedy előadó, és nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek Naszval városában, ahol 2019 óta működik egy európai színvonalú fürdő. Honnan kapod az életet a műsorokhoz? Hát az élet, ez olyan közhelyes, hogy az élet, ugye egy humoristának igazából az a feladata, hogyha történik vele valamilyen impulzus, ami vicces, akkor a legtöbb esetben ugye az csak azoknak vicces, akik vagy benne vannak a szituációban, vagy ismerik esetleg a kikről szól a dolog. És egy humoristának az a feladata, hogy ő úgy interpretálja a történetet, hogy ezt egy kívülálló is megértse és viccesnek találja. De bárhol lehet, akár egy határátlépésből, akár hogyha kinyitom az újságot és olvasok benne egy olyan cikket, mindenből lehet humort csinálni, csak egyre jobban kell figyelni arra, hogy ne sértsük meg senkit. Azzal nagyon érzékenyek lettek mostanában az emberek. Kicsit ez meg is öli a humort amúgy. Hát igen, politikailag korrektnek kell lenni. Igen, pedig az szerintem az egy borzasztóan jól működő modell volt még a kommunizmusban is, ugye a Hofi Géza, ugye a viccet csinálhatott Kádár Jánosból, mert rájöttek arra, hogy ez egy szelep, és ez tök jó, hogyha ott egy picit leengedjük. Ma egy picit mások a viszonyok, de hál' Istennek a tévében ez úgy működik, hogyha valami nem tetszik, akkor ezt kivágják, úgyhogy lehet nem szoktak olyan durva dolgokat. Hogyha valaki nagyon durva belemenő és szókimondó stand-upot akar, annak el kell jönnie élőbe egy előadásra, és ott nem tudnak kivágni semmit. Bár volt olyan egyébként, hogy a céges rendezvényen leszettek a színpadról. Kicsit megijedtek, hogy hú, ez nagyon politikai, meg minden, és akkor azt mondták, hogy jó, ez is. Jó, hát én ki voltam fizetve, úgyhogy mindegy volt, de igen, az a tapasztalatom, hogy nagyon érzékenyek lettek amúgy az emberek. Mikor határoztad el, hogy ezt fogod csinálni? Honnan jött az ötlet? Hát amikor én elkezdtem 2008-ban, ugye akkor indult a Sóder Klub önálló műsorként, ugye előtte a Fábri Sanyi bácsi esti Sóderében volt ugye egy blokk, amiben felvezették ugye az akkori nagyon tehetséges előadókat, Kőha Mizori, Kis Ádám, Hatházi Laci, Badársanyi és a többi. És egy nagyon kedves barátom, amikor indult ez a Sóder Klub, akkor azt mondta nekem egy ilyen baráti sörözésre, mert tulajdonképpen mindig is ezt csináltam, csak nem tudtam még, hogy ezt úgy hívják. És azt mondta nekem a barátom, hogy figyelj, de ha én beszélek rajtad, akkor szerintem más is. Miért nem próbálod ki magad? És fölmentem az internetre, megtaláltam a Duma Színházat, és akkor elmentem 2008-ba a tehetségkutatóra, és ott a Litkai Gergely azt mondta, hogy nem egy ügyetlen gyerek, és akkor így kezdődött a pályafutásom, ami a legjobb dolog, ami velem történhetett. Mert szoktam mondani, hogy én nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy én abból élhetek, amit szeretek csinálni, sőt a legnagyobb elégtétel az, amit egy fiúgyermek az apja felé támaszott, mert apám egész életemben azzal haknizott, hogy tanulj fiam, mert a hülyeségből nem lehet megélni, én megmondtam, hogy akkor fogd meg esetem. Majd én akkor megmutatom, hogy de meg lehet. Milyen gyakran jársz külföldre? Fellépés céljából, vagy rekreációs céljából? Fellépés céljából. Régebben sokkal gyakrabban jártunk,
amikor még a műfaj az még viszonylag újnak számított, stb. A határon túl a szinte mindenhova, Erdélytől, a délvidékig, felvidéktől, a Horvátországig mindenhova eljutottunk, sőt, elég gyakran szoktunk járni Angliába, Németországba, Hollandiába, ahol már ugye nem Trianonnak köszönhetően, egészen másnak köszönhetően, de rengeteg magyar él. Úgyhogy azt mondom, hogy viszonylag gyakran, a Covid óta kevesebb. A Covid előtt nagyon minden évben mentünk. Van valami különbség a hazai és a külföldi közönség között? A határon túli magyarok sokkal hálásabbak, azért is nagyon szeretek a határon túli magyaroknak fellépni, mert ők még ezt értékelik, és jobban elmerik engedni magukat. Valószínűleg ez azért van, ugye, mert általában nem túl sok ilyen magyar programjuk van, hanem mindig az adott országnak a dolgaihoz hozzáférhetőek, mármint hogy ahhoz férnek hozzá inkább. És amikor egy magyarország nem csak humorista, bármi zenész, akár ki jön, akkor arra általában megmozdulnak. És tényleg nagyon hálásak, hát itt is eljöttem Naszodra, olyan szendvicseket kaptam, süteményeket, hogy te elmegy Kazincbarcikára, ott lesz a szarvá. Tehát nyomdott a adás alatt semmi, és most egy kis süti, nincs süti. Itt meg, gyerek, ez Naszod. Köszönöm szépen, hogy eljöttél közénk, és még sok jó felépést. Én köszönöm, és nektek is nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy ebből egy sorozat lesz. És aki most nem jött el erre az előadásra, az nagyon bánhatja. Úgyhogy légy szíves, menjetek föl a Kultúrháznak a honlapjára, és nézzétek meg, hogy milyen események lesznek legközelebb. A Hely Nyugdíjas Klub szervezésében április 30-án 17 órakor ünnepi menettel vette kezdetét a tradicionális májusfaállítás. A tájház udvarára érkezve a helyi szervezetek és intézmények tagjai színes szalagokkal feldíszítették, majd a helyi önkéntes tűzoltók felállították a májusfát.
Ezt követően a rendezvény házigazdája, Csontos Zsanett üdvözölte a jelenlévőket, köztük Molnár Zoltánt, városunk polgármesterét, dr. Becse Norbertet, Nyitra megye képviselőjét, és dr. Haris Józsefet, városunk díszpolgárát, majd ismertette a közönséggel a májusfa állítása körüli népszokásokat. Ezután a polgármester vette át a szót, amit már a hagyományos kultúrműsor követett, melyen fellépett a város apraja nagyja. Bemutatkoztak a magyar és a szlovák tannyelvű alapiskola tanulói, mindkét óvoda gyermekei, a helyi nyugdíjas klub Őszi Rózsa énekkara, a Matyica Szlovenská helyi alapszervezetének énekkara, a Csemadok Búzavirág énekkara, a műsort pedig a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete helyi szervezetének örömtán csoportja zárta. Bátor vagyok és már nem félek, táncolni most felkérlek. Úgy, mert a szívünk megdobban, a legények járják a legjobban. Bajtikám, gyere velem táncolni, táncolni, táncolni. Biztosan nem fogod megbánni, mert vélem jó járni. Járjuk a táncot és dobbantsunk, bal lábbal, jobb lábbal. Most pedig búcsúszunk egymástól, és járjunk egy új párral. Ezt a kis táncot ma párral jár, ha érzed a ritmust meg sem árt. Hát forgolódjunk mindnyájan, hisz együtt járjuk csak kompásan. Bajtikám, gyere velem táncolni, táncolni, táncolni. Biztosan nem fogod megbánni, mert vélem jó járni. Járjuk a táncot és dobbantsunk, bal lábbal, jobb lábbal. Most pedig búcsúzunk egymástól, és járjunk egy új párral. Mamka tejto noci natrapila,
kamuki, za tri konce prevazla psi na kolač. Lena bi som tancovala. Svi kamuki, za tri konce prevazla psi na kolač. Lena bi som tancovala. Oj, máš potvere, sűrre vonalubomno. Ki kell menni a faluból magamno. Nem hagyják a szeretőmet szeretni, sejhaj, akiért sokat kellett szenvedni. Nem hagyják a szeretőmet szeretni, sejhaj, akiért sokat kellett szenvedni. Elmegyek, nem maradok e tájon, hogy a babámért ne fájjon, mert a szívem a babámért nagyon fáj. Szőkét szeretek, mert a barna megcsalt már, mert a szívem a babámért nagyon fáj. Szőkét szeretek, mert a barna megcsalt már. Elmegyek, véres legény nem leszek, inkább leszel zöldertőben emeltem. Zöldertőben ott van az én szállásom, kis angyalom ölének a legjobb helyet találom. Zöldertőben ott van az én szállásom, kis angyalom ölében a legjobb helyet találom. Összefolyik a nyitra vize a várgal, összeillik a szőke a barnával. Mit bánom én, hogyha illik, hogy köcsösziáni csak.
A műsor után a Nyugdíjas Klub tagjai 800 lekváros fánkot osztottak ki, majd következhetett a táncmulatság, amelyhez a talpalávalót idén is a régi Csibészek zenekar szolgáltatta. Április 26-án délután a Művelődési Központ udvarán gyűltek össze azon bátrak, akiket nem riasztanak vissza a pókok, kígyók, krokodilok, leguánok és hasonló állatok. Izgatottan várták az egzotikus hüllők kiállítását és bemutatóját közvetlenül a tenyésztők kezéből, valamint előadást az amerikai, afrikai, ázsiai és európai hüllők életéről. A kiválasztott állatfajokról szóló gazdagító információk meghallgatása után a terráriumok megtekintése következett. Élő hüllő bemutató közvetlenül a tenyésztők kezéből. A legbátrabbaknak lehetőségük nyílt arra is, hogy egy kígyóval fotózkodjanak, természetesen a tulajdonos felügyeletében. Nagy pénteken a számítógépes játékok szerelmesei a kultúrházban gyűltek össze, hogy gamer barátaikkal együtt játszanak. A nagy teremben egész napos lamparti volt, az előtérben pedig FIFA tornát játszottak. Mint Dézsi Viktor szervező elárulta, a novemberi lamparti résztvevői már nagyon várták a következő közös játék időpontját. Persze többeknek különböző egyéb programjai voltak, de ügyesen össze tudták egyeztetni őket, és legalább néhány órán keresztül részt vettek a lampartin is. A legutóbbi alkalomhoz hasonlóan Csehországból, Újgyalláról, Komáromból, Érsekújvárból is érkeztek játékosok, és természetesen a hazaiak sem hiányozhattak. Ismét jót beszélgettek, játszottak, nevettek, és közösen ebédeltek a helyi éttermek pizzáiból. Szokás szerint a résztvevők családtagjai is eljöttek erre az érdekes és szórakoztató eseményre. Mint mindig, most is fantasztikus, vidám és barátságos volt a hangulat, amit a felvételek is bizonyítanak. Drop it.
Eközben az előcsarnokban véget ért a virtuális labdarúgó szezon. Nagypénteken 15 naszvadi és környékbeli játékos gyűjt össze városunk kulturális központjában. A szervezők nagy csalódására több helyi játékos, aki megkavarhatta volna az összesített tabellát, köztük a legutóbbi tornák háromszoros győztese Katona Ádám is, az utolsó pillanatban visszalépett. Így a környékbeli játékosok átvették a vezetést. A főcsoportok után a döntőbe, azaz a harmadik helyért folyó küzdelembe nem jutott játékosok is értékes díjakat vihettek haza. A tombolán ugyanis az érsekújvári Radek Mokrásra mosolygott a szerencse, aki kétszer két órás belépőt nyert a naszvadi termálfürdőbe, a másik tombola díjat pedig Bugris Dominik nyerte Vágfüzesről, aki a Ristorante 83 étterem 20 eurós étkezési utalványát vitte haza. A nagyon drámai hosszabbításos elődöntős küzdelmek után a döntőt a szentpéteri Kelkó Máté és a vágfüzesi Bugris Szabolcs nyerte. Előbbi a döntőben erősebb idegzetet és jobb koncentrációt tanúsított, így végül ő győzött. Az első négy helyezett érmeket és értékes díjakat vehetett át. A FIFA torna szervezői élükön Branicki Tamással ezúton is köszönik a játékosoknak a résztvételt, a látogatóknak pedig a biztatást. Vítam vás pri obrazovkách, milí diváci. Dnešným naším hosťom je pán Nebojša Popiť. Vítam vás v Nesvadskej televízii. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem. Už aj z vášho mena vyplýva, že nie ste narodení na Slovensku. Odkiaľ vlastne pochádzate a odkedy žijete tu v Nesvadoch? Pochádzam z Vojvodiny, z jedného malé dedinky, ktorá sa volá Biele Blato. Má asi takých 1500 obyvateľov. A že vraj asi aj nejakých 13 národností máme tam, kde sú Slováci, Maďari, Srbi, Bulhári, Rumúni a tak ďalej. A v Nesvadoch som tu už 14. rok. Prečo práve Nesvady? Ako ste si vybrali Nesvady ako cieľ, kam sa dostať? To vlastne je cirkevný, evanjelický cirkevný zbor. Hľadal farára, ktorý je dvojjazyčne, v podstate po maďarsky a po slovensky, tak sa skontaktovali vlastne s mojou manželkou a dostali sme pozvanie. Vy ste teda prišli spolu a dokonca aj s dcérkou však. Áno, prišli sme ako rodina. Ako ste vlastne prijali túto zmenu? Ako ste sa vedeli do tej novej dediny nejako zabývať? To bolo také zaujímavé, že Nesvady sú v podstate skoro podobné ako to Biele Blato, lebo aj tu hovoria takisto po slovensky, po maďarsky. V podstate cítim sa ako doma. Ako vás ľudia prijali Nesvadčania? Ľudia boli veľmi ústretaví a veľmi milí. Na začiatku pomáhali, dokonca sme prespávali niektorých. Samozrejme, zelenina bola každý deň na stole. Starali sa o nás vlastne všetci a akokoľvek vedeli, pomohli, keď bolo treba aj s papiermi. Čokoľvek bolo treba, tak necítili sme, že tam niečo chýba, alebo že jednoducho bola pomoc stále zo strany Nesvadčanov. Bolo niečo, na čo ste si nezvykli hneď, alebo čomu bolo trošku ťažšie sa prispôsobiť? Možno tá mentalita trochu je tu na tak národ taký kľudnejší. Lebo dole je ten národ taký trochu temperamentnejší, by som povedal. Ale myslím si, že som si rýchlo zvykol na tunajšie prostredie a túto mentalitu. Akými zmenami prešiel ten váš život po ten čas? Dieťa vám rastie. Aké veľké je teraz? Aká je veľká je dcera? 19 rokov má.
19 rokov, takže základná škola, stredná škola. Aj. A vy? Tak u mňa to bolo také zaujímavé. Vlastne zamestnal som sa v škole, na základnej škole, vyučujúcim jazykom slovenský. A založil som si kapelu, vediem spevácke zbory. V škole sme založili spevácky zbor. Je to dosť. Dosť veľa vystupujete, však aj s tým speváckym zborom, aj s veselou muzikou. Hovorte o tom niečo trošku viac. Koľko predstavení alebo koľko vystúpení mávate za rok? Väčšinou sú to také príležitostné vystúpenia, keď sú nejaké výročia, neviem, stávanie mája, adventné vystúpenie. Pri cirkvi organizujeme rôzne koncerty, ako Svetový deň modlitieb, čo už dlhé roky, vlastne ako sme prišli sem do Nesvad, to organizujeme. Potom aj s deťmi, čo máme v škole, takisto ten spevácky zbor, úsmev, príležitostne, potom na rôzne súťaže sa chystáme. A deti sa tešia tomu, dokonca s dospelými sme vydali aj prvé CD-čko, ako spev okolo Agape pri cirkvi. A takisto sme dali CD-čko úsmev v podstate s deťmi, čo pri škole pôsobí. Kam ste sa dostali najďalej s vystúpeniami? Čo sa týka speváckeho zboru Agape ako dospelí, to bolo v Topolčanoch, stretnutie spevokolov. Tam sme dostali, aj z dobre pamätám, strieborné pásmo a veľmi sa teším, že sme tam boli, bolo tam také príjemné a také zážitky sme z toho odniesli, z toho koncertu. A s deťmi skôr vidím tam výsledky individuálne, takže sa zapájame aj tie spevácke súťaže, ako sú Slávy Slovenska, kde sme viackrát už boli prví v okrese, nepoviem presný počet, bolo to hojne. Takisto v kraji sme boli 4 krát prví a na celoslovenskom sme boli raz tretí, čo som veľmi hrdý na úspechy tých detí a že sa teším, že máme také šikovné deti tu v Nesvadu. Koľko žiakov je v tom zbore? To sa stále mení. Mladší prichádzajú, starší odchádzajú, ale pohybuje sa to medzi 15 až 20 detí v zbore, čo sú. Volajú vás aj do zahraničia na rôzne vystúpenia? Mám teraz na mysli veselú muziku. Veselú muziku? Boli sme v Maďarsku napríklad. Na Balatóne sme viackrát boli. A to je asi väčšinou sa pohybujem tuto od Komárna, Banská Bystrica, Bratislava, táto časť je ako taký región, kde vieme podať to, čo vlastne. Neťahá vás napríklad také vystúpenie v rodnej dedine vašej alebo niekde tam v tom okolí? Prvé roky, ako sme prišli sem do Nesvad, tak sme s manželkou organizovali také zájazdy práve dole, do tej povedenie, do Bielého Blata. A tam sme vystupovali aj so speváckým zborom a to bolo také super, že som dal dokopy ten zbor, ktorý som viedol tam v Srbsku a tento nesvadský. A to bolo také úžasné niečo, že vedeli aj jedni a druhý, v podstate už ja som s nimi rástol a aj oni so mnou. Takže keď som tie dva zbory dal dokopy, znelo to ako jeden. V podstate bola tam tá súhra. Akú rolu máte ešte vo vašom zbore? A v cirkevnom zbore ešte spôsobom ako kantor, čiže organista. Čo to obnáša, alebo väčšinou sa to chodí? Väčšinou sa to znamená, že hrám na službách Božích, pri krstoch, sobášoch, aj pri pohreboch. A vlastne to je služba kantora. vediem ten spevácky zbor ešte. Hej. Teraz sme mali takú súťaž, ktorá súvisí aj v podstate s náboženstvom, aj so školou.
je to duchovná pieseň a máme dvoch žiakov, ktorí postúpili na celoštátnu súťaž, ktorá sa bude konať 3. mája v Martine, takže aj tu sa veľmi hrdí na tie deti. Vy vlastne sa zaoberáte aj s tou svetovou hudbou, aj s tou duchovnou hudbou. A nie je tam nejaký konflikt záujmu, alebo aké to je, že aj tam vlastne robíte niečo, aj tam? Tak pre mňa je hudba život. A to je umenie vlastne dokázať sklúbiť a zároveň náboženstvo a národnosť sú v podstate sestry. Takže myslím si, že to jedno s druhým ide nejak spolu. Teraz myslím na ľudové skladby alebo aj na nábožné skladby. Ktoré skladby alebo aký žáner máte najradšej? Keby ste si mali vybrať, viem, že máte radi hudbu, aká je, ale keby ste si mali vybrať, že ktorá je tá najobľúbenejšia, alebo ten najobľúbenejší žáner, čo by ste si vybrali? To je ťažká otázka. Ja viem. To sa mi deti škole pýtajú, keď sa učím o tých hudobných žánroch. Pán učiteľa, vaše? No. Neviem, čo by som dal ako prvé miesto. Ja to striedam v podstate. Albo klasika, alebo dokonca jazz. Veľaraz aj ľudové skladby ma nadchnú, že wow, aký text tam je, alebo tá melódia je perfektná. Takže neviem, nedal by som niečo ako že môj štýl alebo žáner. Jednoducho to striedam podľa toho, ako sa cíti. Počúvate rádio napríklad? Počúvam aj rádio. Dobre, keď si naladíte stanicu alebo keď počúvate nejakú hudbu, čo väčšinou počúvate? Keď nechcem zaspať, napríklad, že som v aute, tak si väčšinou dám také niečo, čo ma nie... Takú rokovú alebo akú? Nie, práve, že... Nie, u mňa je problém, že ja keď počúvam hudbu, ja som ako hudobný teoretik, tak všetko to rozoberám, že harmonicky, čo tam je. A to je veľa problém, že potom sa nesústredím na určité veci, ale premýšľam nad tým, že čo ten skladateľ chcel povedať, alebo čo tam mohli dať, alebo akordicky, alebo harmonicky, že čo... Tak u mňa je to také. No. Máte obľúbenú skupinu aspoň? Ani nie, to je zaujímavé. Ani žáner, ani skupinu nie. Obľúbeného speváka, speváčku? Spevák. Speváčka, možno Celine Dion. Alebo Whitney Houston, čo bola. To boli... Akože... Niečo nádherné. Andrej Bocelli napríklad od spevákov, že čo dokázal. A hlavne tie ich skladby, ako to prežívali a každá tá ich skladba o niečom hovorí a v podstate dáva nejaké bohatstvo, ktoré by títo naši mladí mali počúvať skôr takéto skladby a nie niečo také... Ja to hovorím, že... Človek bez umenia je ako jablko bez chuti alebo bez šťavy. A hlavne, keď nemá tú kvalitnú hudbu, nepočúva, tak sa v tých ľuďoch nevyvíja alebo nerozvíja to správne, čo ja hovorím, že človek jednoducho musí mať. Aj to je taký spôsob, že, nepoviem, že tá samotná hudba Musí človek pri tom rásť, je to ako aj na stole, to zdravé jedlo, keď nemá tú zdravú hudbu, tú kvalitnú hudbu, tak nemôže sa vyvinúť aj z toho človeka niečo dobré. Myslím si, to je môj názor. Vy ste už aj vyskúšali skladať hudbu, alebo ju len hráte? Máme ľudové skladby, ktoré som zložil. A máme napríklad na tom CD-čku, čo máme pri škole, že tam sú vlastne naše autorské, alebo moje autorské skladby. Takisto školská hymna je autorská vec, akože moja. No sú tam také skladby, ktoré som zložil. Čiže možno ešte vidia aj vaše CD-čko, také originálne CD-čko? Neviem, ako
Všetko je možné, áno. Mali ste ako dieťa nejaký sen, ktorý sa možno splnil alebo nesplnil? A či máte ešte nejaký sen teraz? Čo by ste chceli, aby sa splnil? Fúha, to je náročné. Keď som bol možno ako dieťa, neviem, taký štvrták na základnej, a mal som jednu pani učiteľku, Máriu Kotvášovu, ktorá mi bola veľký vzor. A vďaka nej som chcel byť učiteľom. A takisto je jedna moja profesorka klavíra na strednej, Olivera Janko, profesorka. Úžasní ľudia, neuveriteľní ľudia, pedagógovia a hlavne ľudia, tá ľudskosť vyžarovala v nich. A pravil som, že ja chcem byť ako oni, keď narastie. No, takže ten sen sa vám splnil. Ako to vnímate teraz? Je to dobré, že sa splní, alebo takto ste si to predstavovali, alebo ste si to predstavovali trošku ináč? Lebo učiteľstvo je vlastne poslaním, alebo je to také niečo, čo človek zažije celou dušou. Áno. Musím priznať, že ja mám obrovskú radosť, keď vidím, že sa tie deti nadchnú, že možno získajú nejakú vedomosť, no, alebo väčšinou tie súťaže zanechávajú na tých deti, či športov, alebo chodíme na športové súťaže, na výtvarné súťaže a tieto spevácké. A z toho mám najväčšiu radosť, keď vidím, že sa tie deti tešia, že niečo získali, nejaké ocenenie, alebo možno aj skúsenosť. To je pre mňa najväčšia asi radosť. A čo by ste ešte chceli dosiahnuť? Napríklad takéto CDčko vydať, to môže byť tiež také. Ako už máme niečo, mám už nejaké veci prichystané. Sice nie sú ako autorské, ale harmonia moja a tá úprava. S manželkou niečo chystáme, tak pravdepodobne to bude vonku. Neviem presne čas, ale plánujem niečo také. A plánujete ostať v Nesvadoch? Alebo chcete, alebo máte v plánoch potom niekam odísť ďalej? Na to vám neviem dať odpoveď. lebo v podstate každý deň je niečo nové a človek nikdy nevie, čo život priniesie. Ale či sa vám páči natoľko tu medzi nami, aby ste tu aj ostali? Ja musím priznať, že tu som si našiel veľmi veľa kamarátov, veľmi veľa dobrých ľudí. Dokonca by som možno povedal, že ešte viac ako v Srbsku, čo som mal. Čistou hudbou, čo nás spojilo, alebo cez školu, cez športy, alebo nejaké umenie, či cez cirkev a tak ďalej. Tu strašne veľa som našiel veľmi dobrých ľudí na celom Slovensku, čiže po celom Slovensku. Takže už vás neťahá vrátiť sa späť? Ako sú tam spomienky. Určite sú tam spomienky, celé detstvo a ťahá to domov, samozrejme, je to domov, ale zároveň hovorím, že domov je tam, kde je vlastne rodina a moja rodina sú vlastne teraz manželka a dcera, tak kde sú manželka a dcera, tam je domov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Társasági elnök választás. Az elmúlt hónap folyamán kétszer is részt vehettünk ezen az eseményen. Az első forduló eredményeiről már áprilisi adásunkban beszámoltunk. A második forduló április 17-én volt. Változások azonban nem csak a köztársasági elnök személyében történtek. Május 1-től ugyanis Szlovákia az Európa Unió tagjává vált. A következő műsorszámunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk. A köztársasági elnökválasztásokon áprilisban két alkalommal is részt vehettünk.
Az első fordulóra április 3-án került sor, ekkor 11 jelöltből lehetett választani. Győztesként, mint ahogy azt már tudjuk, Vlagyimir Mecsiar, valamint Ivan Gasparovics kerültek ki az első fordulóból. A második választási kör április 17-én lett megtartva. Ezen a napon községünkben a választópolgároknak csupán 10%-a járult az urnákhoz, ami 396 szemét jelent. Vlagyimir Mecsiarra 77-en szavaztak, a többség szám szerint 306-an, Ivan Gasparovicsnak, aki országos viszonylatban is győztes lett, adta le szavazatát. Az eddigi államfő Rudolf Schuster helyére tehát Ivan Gasparovics lép majd. Szlovákiában azonban nem csak az államfői tisztség betöltésében történtek változások. Május 1-én ugyanis hazánk végérvényesen az Európai Unió tagjává vált. Tagságunkról tavaly májusában döntöttünk az idáig egyetlen sikeres és történelmi jelentőségű népszavazáson. Európa egyesítésének gondolata nem újszerű, először az első világháború utáni években merült fel. Az Európai Unió alapköveinek letétele 1950-ben kezdődött, és ez idő óta számos változáson ment keresztül. Május 1-én megtörtént sorrendben az ötödik legnagyobb bővítés. Az eddig 15 tagállamot tömörítő unió 10 új állammal bővült. Mire számíthatunk most a csatlakozás után? Van, aki az életszínvonal emelkedését várja, van, aki épp az ellenkezőjére számít. A tagság lehetővé teszi majd a politikai stabilitás elérését, megerősítheti a joggyakorlását, és idővel gazdasági fellendülést hozhat majd Szlovákiának. Majd, és mindez feltételes módban van említve, s egészen biztosan nem egyik napról a másikra fognak ezek a dolgok bekövetkezni. Minket egyszerű embereket azonban nem az ilyen távlati kilátások érdekelnek. Az árak, fizetések, a megélhetés, ami számunkra a döntő. Ezen a téren viszont már nem annyira biztatóak a kilátások. Az utolsó időben egyre gyakrabban olvashatunk az uniós tagság veszélyeiről is, például a vállalkozói szférában, a mezőgazdaságban. A kiskereskedelmi árak is növekednek, mint például a cukor, a sajtok, a tejtermékek árai. A bérek emelkedéséről azonban kevés szó esik. Ezek a tények viszont minden bizonnyal az életszínvonal további csökkenéséhez vezetnek. Az elkövetkező időszakban még számos reform intézkedésre kerül sor, és pontosan nem is tudjuk, mit is várhatunk. A nagy ünneplések után, mikor az Európai Uniós teljes jogú állampolgáraivá váltunk, kezdődnek a szürke hétköznapok. Mit hoz a jövő? A gyakorlatban nem tudni. A kormány szerint 10 évig tart a felzárkózás, az ellenzék 50 évet jósol. Egy biztos, az egy évvel ezelőtti referendumon rózsaszínben mutatták be az uniót, a valóság azonban más. Munkanélküliség, közhasznú munka, községi szolgáltatások. Ezek a fogalmak már egybe tartoznak. Év elejétől azonban e téren is számos változás történt. Közelebbi tájékoztatást a munkanélküliek által végzett munkálatokról Zuber Máriától kaptunk. A munkanélküliség nem csak gazdasági problémákat von maga után, számos egyéb gondok is felmerülnek, melyekkel a munkanélküliek többsége nehezen birkózik meg. Hosszabb munkanélküliség után, mivel az ember kiesik a megszokott ritmusból, a munkával kapcsolatos szokások megtartása az, ami gondot okozhat. Ezt a helyzetet igyekezett enyhíteni egy országos tervezet kidolgozása kisebb közösségi szolgáltatások elnevezéssel. Ezek a munkák tavaly áprilisában kezdődtek el, és idén is folytatódnak más elnevezéssel és más formában. Zuber Mária kérdésünkre, milyen változások történtek a kisebb községi szolgáltatások körül, elmondta, hogy ezek a munkálatok április 1-től ismét folytatódnak. A munkaügyi és szociális hivatal felújította a községünkkel kötött szerződést, igaz, most más elnevezéssel, V-projekt címmel lépett érvénybe augusztus 31-éig.
Ebben a munkálatokban olyan munkanélküliek vesznek részt, akik már hosszabb ideje munkanélkül vannak és szociális segélyt kapnak. Az elvégzett munka után 1500 korona úgynevezett aktivációs juttatás jár. Ennek feltétele hetente 12 óra ledolgozása, ez 48 órát jelent hónaponként. A munkanélküliek közül 110-en lettek besorolva ezekre a munkálatokra. Három csoportra osztva naponta 40, illetve mivel a harmadik csoportban 30-an vannak, 30 embert kell foglalkoztatni. A munkát folyamatosan tudják biztosítani, hisz tavasszal a közterületeken, az iskolákban, sportpályán akad bőven tennivaló. A hulladékgyűjtő telepen is dolgoznak, és legújabban a tájház körül is folyamatban vannak a munkák. A szervezési munkák elvégzését ugyanazon dolgozók végzik, mint tavalyi évben, Brégyik Tibor és Bombic István, és az adminisztrációt Zuber Mária. Kedves nézőink! Ezzel májusi magazinműsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az NTV nevében szeretettel teli hónapot kívánok Önöknek! A viszontlátásra!